Nézzük akkor a jogorvoslatot. Jogorvoslattal kapcsolatban én néhány jogszabályi hivatkozást elhelyeztem. Elnézést kérek ezért, de fontosnak tartottam ezeket ide berakni. Mindegyikről egy-egy mondatot fogok csak mondani. Azt hiszem jelzésértékű lesz, hogy miért raktam őket ide be. Tehát egy picit gyorsabban lapozunk, de csak azért, hogy egy kicsit így érzékeltessem, hogy ugye hogyan is változik a jogorvoslati szabályrendszer. Először is lesz nekünk 2 darab bíróságunk, egyik sem Budapesten, hogy oda járjunk majd a közbeszerzési ügyekben, úgyhogy majd biztos akkor a think tank, meg minden tudás oda majd levándorol. Kecskemét és Székesfehérvár. Képviseleti kényszer alakul, tehát szükség lesz képviseletre a közbeszerzési jogorvoslati fórum előtt is. Hozzáteszem, amiről ma nem fogok beszélni, az a akkreditált rendszere, a tanácsadói akkreditáció. Egyrészt azért, mert nagyon fölmegy tőle a vérnyomásom és nem egészséges. Másrészt azért, mert azért nem beszélnék róla, mert ugye ami megjelent kormányrendelet, az nem gondolom, hogy vállalható. Tehát most egyelőre kicsit olyan, mintha vége lenne a régi rendszernek, és jönne egy új, nem tudom megmondani, hogy ebből mi lesz. Van rá 2-3 hét, hogy ez alakuljon, úgyhogy én ezt most zárójelbe tenném, mert jelenleg a hiába jelent meg, nem tudjuk, hogy mi újság, hírt tudnám csak önökkel közölni. Én úgy döntöttem, hogy nem is kérdezek ennek utána, mert így nyugodtabb tudok maradni. Nem tudok nyugodt maradni, de a képviseleti kényszer azért nem felmerül a jogorvoslatnál. Főszabály a tárgyalás nélküli döntés, borzasztóan fontos. Nem nagyon lesznek tárgyalások. Nem fog tudni 25 nap alatt egyébként másképp ugye dönteni, még ha tárgyalása is 25 nap alatt, tárgyalás nélkül meg még rövidebb. Egyszerűen nem lesz ideje tárgyalást tartani, ha van lehetőség, mindig térkérni kell a tárgyalást, tudják, hogy egy tárgyaláson mennyi minden derül ki. Tehát azért az a nyilatkozati lehetőség, az a tisztázási lehetőség, a közbeszerzésben, ugye a tárgyaláson ez extrém módon felértékelődött. Ha lehet, kérjük, nagyon sokszor már nem fogják engedni. Valamilyen népgazdasági érdek, nemzetgazdasági érdekből muszáj lesz kérnünk. Na, jogorvoslati díjak csökkennek egy kis mértékben. Nézzük akkor néhány apróságot. Azért, hogy a jogorvoslati...